Na, sziasztok! Zsolt vagyok, szép napot kívánok! És ebben a mai videóban elhoztam nektek egy olyan videót, amiben nem más, mint be fogom mutatni nektek, hogy hogyan kell használni a Messenger-t. Ez nagyon jól fogalmaztam meg. Elhoztam nektek egy olyan videót, amiben a videóban megmutattam a Messenger-t. Ez komoly volt. Ez ilyen zsoltiverzumos humor volt, na mindegy. És ez pedig nem más, mint Varga János Sándornak ajánlanám, ugye, hogy megmutassam, hogy hogyan kell használni a Messenger, meg nem csak neki, meg azoknak, akik tényleg aligha ismerik és nem nagyon értenek hozzá. Itt egy kis Messenger oktató, bemutató, tutoriál videó, és hát akkor nem is pofázok annyit, húzzunk is bele. Szóval itt is van, ez itt a Zsoltiverzum chat szobám lesz, itt fogom megmutatni, hogy hogyan kell használni, mit kell tudnotok a Messengerről. Nem fogom megmutatni, mert én nem fogom megmutatni nektek az ismerőseimet, arra senki nem kíváncsi. És hát rá is nyomok a Zsoltiverzum chat szobára, és itt is vagyunk. Szóval kezd, ugye tudni kell, hogy tudtok ugye itt üzenetet küldeni, meg stb. A következő itt ugye meg tudjátok nézni a hangulatjeleket, a smiley-kat, ugye sorban. Rohadtul nem kell bemutassam ezeket, avatárok. Most ez, meg vannak gifek is, ugye. Ha őket betölteni, mindegy, nem is törődök ezzel. Itt van egy kis mikrofon. Ez a mikrofon arra szolgál, hogyha lusta dög vagy, és nincs kedved dumálni, nincs kedved írogatni, akkor hangüzenetben tudsz beszélgetni az ismerőseiddel. Ez itt a média fájlok. Itt erre rányomsz, akkor itt nyilvánvalóan be tudsz küldeni az ismerőseinek képeket, videókat. Ez itt a kamera, itt meg le tudsz fényképezni magad nekik, és el tudod küldeni a képedet. Na, ez pedig itt egy. Ezt nem is tudtam, bazd meg, hogy ez van amúgy. Itt van egy szavazás, itt ugye tudsz szavazni, csak nem tudom minek. Nem is tudom, van ilyen új funkció, itt pedig van ugye az esemény létrehozása, csak nem tudom, mi a faszomért kéne eseményt létrehozzak amúgy, na, de mindegy, ennek semmi jelentősége nincs. Itt van egy csengő. Itt ugye itt értesítéseket lehet, nyilván be van kapcsolva és összefoglaló. Ha rányomsz a semmiről, akkor semmilyen értesítést nem fogsz kapni az ismerőseidtől. Ez itt a különálló csetek. Rányomok ugye itt a profilra, itt pedig meg tudjátok nézni mondjuk például a témát. A téma az pedig ugye most is van, arra utal, hogy be tudsz bármilyen ilyen dolgot állítani magadnak, témának. Butterbeer, meg ilyenek van. Sabrina Carpenter. Sárkányok háza. Pride. Miért vannak ilyenek Messengeren témába? Minecraft, kajaparti, szülővévállás, szeretet, pizza, avokádó. Trans? Nem bináris? Mi? Mik ezek a témák? Mik ezek a társadalmi témák, Jézusom! Igen. Ezeket tudod itt megnézni. Van gyors reakció, amit ugye itt hangulatjelek, ami lehet reakció, avatár. Hú, de szexi vagyok, ugye? Ez én vagyok. Igen. És itt vannak a média tartalom és fájlok megtekintése. Itt arra utal, itt ugye, hogy itt is meg tudom nézni, milyen képeket, meg videókat küldtetek be, ilyenek. Értesítés. Itt pedig ugye meg tudom nézni, hogy le tudsz bármilyen tagot letiltani. Nyilván őket nem fogom, az ismerőseimet. Jelenteni lehet, vagy lehet szüneteltetni a csetet is. És hát, ja, meg lehet némítani, vagy meghívni személyeket. Szóval erre kell használni magát a Messenger-t, és hát köszönöm, hogy el is hozhattam ezt a rövid kis videót.
jó, hogy bemutathattam, mert igen, ennyi a használata az egésznek, bár más használata úgy sincs a Messengernek, tudtommal, de ennyi is lett volna, és hát köszönöm, hogy megnéztétek ezt a kis humoros videót, ahogy előadtam itt magamat, és akkor jelentkezek egy következő videóval. Addig is, sziasztok!